APESZ a Feregnes Tolna és Fülöp János vadpolgármestere is nyeregbe szállt a tolnai kerékpáros napon, hogy ilyen módon is átadják a használatnak a településeket összekötő kerékpárutat. A mostani szakasz 13 km hosszan épült meg, melynek fele belterületen, fele a közút mellett fut, így biztonságot garantálva azoknak, akik két keréken szeretnek közlekedni, sportolni, hangzott el a hivatalos projekt zárón. A projekt teljes költségvetése 613 millió forint volt, és ezt majdnem teljes egészében megkaptuk, tehát mondhatni, hogy 100%-os támogatású intenzitása volt a pályázatunk. Először 550 millió forintot kaptunk, és utána fennmaradó 62 millió néhány százezret. 2016 márciusában nyújtották be az építőtelepülések a pályázatot, és 2021 áprilisában lett kész az új út, melynek megépítése a vártnál több buktatóval járt, mondta APESZ Hoffer Ágnes. Az idők folyamán jelentősen nőtek a beruházási költségek, és a külterületeken lévő telekrészek kisajátítása is lassította az építkezést. Fülöp János vadpolgármestere a térség turizmusának fellendülését várja a beruházástól. Ez elsősorban domborinak számít, hiszen egy sokkal nagyobb látogató számot tudunk ezzel produkálni, hiszen mondom, ez a megye egyetlen ingyenes szabadtéri strandja. Két éve egy komoly fejlesztést tudtunk végrehajtani, egy 140 millió forintos pályázattal felújítottuk a strandokat. Tolna polgármestere azt mondta, ez a fejlesztés része annak a tervezett programnak, melynek eredményeként kerékpárút kötheti majd össze a járás településeit és Szekszárdot. Emellett a most konzorciumot alkotó két település vezetője abban is egyetértett, további az aktív turizmust fejlesztő beruházásokat indítanak a jövőben, ezzel is újabb csatornákat kiépítve a járás települései között.